Üdvözlök nagyon sok szeretettel mindenkit. Annyit tennék még hozzá ahhoz, amit a Péter az előbbiekben elmondott, hogy én gyárilag nem fotográfus vagyok, tehát nem ezt tanultam. Én eredetileg informatikával, számítástechnikával foglalkozom, és programozóként dolgozom mind a mai napig. Jelen pillanatban fotográfiával kapcsolatos szoftverek és hardverek készítése az, ami a napi munkám. Mindemellett úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy olyan készülékeket, olyan szoftvereket tudjunk csinálni, amit a fotográfusok jól eredménnyel tudnak használni, elengedhetetlen az, hogy mi magunk is fotográfiával foglalkozunk. Igazából ez egy gyerekkori szenvedély, és azóta végig viszi az életemet. Amit már Péter is elmondott az előbb, hogy az utóbbi 4 évben az Epson Print Akadémiát oktattam azokat a dolgokat, amiről itt most érintőlegesen szó lesz, illetve úgy gondolom, hogy a fotónak a végső megjelenési formája az mindenképpen valamilyen fizikai megjelenés. Legyen ez papíron, legyen ez alumíniumon, legyen ez vásznon, valami olyan műtárgy, amit kézbe lehet fogni, gyönyörködni lehet benne, falra lehet akasztani. Amiről ma beszélni fogunk, ezeket a szempontokat fogja szem előtt tartani. Tehát a fotónak valamilyen fizikai megjelenését. Nem fogunk arról beszélni, hogy web, hogy képernyőn megnézve, és a hasonló modern dolgokról, a jó öreg falra akasztható műtárgy elkészítése lesz a célunk. Szeretném egy idézettel indítani a beszélgetést. Most jó. Így működik? Nem tudom, mennyire ismeritek Arthur C. Clarke 3 technika fejlődéssel kapcsolatos törvényét. A harmadikat láthatjátok itt most, ami azt mondja, hogy bármely kellően fejlett technológia megkülönböztethetetlen a varázslattól. Ugye sajnálatos módon azonban a helyzet az körülbelül ilyen technikai fejlettségi szintet mutat jelen pillanatban az iparágban, mint ez az immáron 100 éves gázgyári generátor. Nagyon-nagyon gyerekcipőben jár még a digitális képfeldolgozás attól, hogy könnyedén, egyszerűen, mint egy varázslatként lehessen a képeinkkel dolgozni, és anélkül, hogy komolyabb munkát belefektetnénk ebbe, anélkül gyönyörű végeredményt kapnánk. Így nem marad más hátra, itt kimaradt egy kép, nem marad más hátra, mint hogy mi legyünk a varázslók. Arról lesz most szó, hogy milyen dolgokat kell megtennünk ahhoz, hogy ezt a varázslói státuszt ezt megtartsuk és nevezzük el. Hát rögtön egy varázslói fogadalom 2 fő pontját szeretném elétek tárni, ami arról a 2 fő vonulatról szól, amire mindenképpen oda kell figyelnünk a digitális képfeldolgozás során, és ez arra is igaz, hogyha webre megy a végeredmény, nem csak arra a szituációra, amikor a végeredmény az valami fizikai megjelenés lesz. Az első dolog az az, hogy mindenképpen fel kell vállalnunk a színek védelmezőjének, a színek őrzőjének szerepét. A másik dolog pedig az, hogy vigyáznunk kell arra, hogy az eredeti képtartalom minél kevésbé roncsolódjon. Ugye, sokszor felvetődött már a fotográfiával kapcsolatban az, hogy ez igazából 2 szakmának az elválaszthatatlan elegye. Van egy művészi oldal, és van egy jó mesteremberi oldal. Egyik a másik nélkül, hát kicsit fél lábon álló helyzetet teremt. Tehát egy technológiailag jó fotó, amiből hiányzik az a plusz, az a többlet, az nem túl értékes, ugyanakkor egy nagyon-nagyon szép művészi látásmódot is tönkre tud tenni egy olyan prezentáció, ami nem használja ki az adott médiumnak a lehetőségeit. Gondoljunk arra, hogy a világtörténelemben a nagy elődök, mondjuk egy Michelangelo mű, az, hogyha ő nem az akkori technológia legjobb állása szerint készítette volna el, létezne még ma? Ugyanúgy élveznénk? Úgyhogy nagyon fontos az is, hogy amellett, hogy a színek őrzőinek szerepét felvállaljuk, amellett arra is vigyázzunk, hogy az eredeti információ, amit rögzítettünk, és most ez lehet film, ez lehet digitális, teljesen mindegy, az az eredeti információ a lehető legkevésbé roncsolódjon a teljes képfeldolgozás és utána a nyomtatás során. Ekkor fogjuk tudni a nyomatban a lehető legtöbb valósághű, valóságteljes részletet kommunikálni. Ez egy érdekes gondolatot vet fel általában az emberekben, hogy valósághű részlet, valósághű dolog. A valóságot akarjuk mi érzékeltetni? Nem. Azt akarjuk érzékeltetni a készképen, ami gondolatok, ami érzések bennünk voltak akkor, amikor a képet készítettük. De ehhez szükség van a gyalapanyagra. Arra az alapanyagra, amiből majd ezt fel fogjuk dolgozni.
ezt nem szabad tönkretennünk, ezt nem szabad roncsolnunk, vigyáznunk kell rá, hogy a teljes képkészítés során a lehető legtöbb alapanyag legyen, a lehető legtöbb kő legyen, amiből szoborot tudunk faragni. Nézzük először részleteiben az első szerepet, a színek őrzőjének szerepét. Tulajdonképpen a színek egy fotográfia számára, digitális képfeldolgozás esetén, olyan, mint egy nyelv egy irodalmi mű esetén. A színek azok, amik láthatóvá teszik a képet. Most lehet, hogy ez egy fekete-fehér kép, és csak a fekete és a fehér közötti tónusátmenetekről beszélünk, de az esetek egy elég jelentős részében színes alkotásokról beszélünk, ahol a színek hordozzák a jelentésnek a rendkívül nagy részét. A digitális képfeldolgozási technológiában azt a nyelvet, ahogy a színeket értelmezni kell, színtérnek nevezik. Minden egyes kép hordoz magával egy színteret. Akár explicite megnevezzük ezt a színteret, akár csak látensen elhanyagoljuk ennek a megnevezését. Olyan ez, mintha az ember tragédiáját magyarul, németül, angolul is olvasnánk. A magyar színtér, az angol színtér, a német színtér más betűkből építi fel, más adatokból építi fel magát a képet, de a jelentése, hogyha a műfordítás jó volt, a jelentése az ugyanaz marad. Ugyanez a színtereknek is a fontos szerepe, hogy ők csak magukban foglalják magát a képnek a jelentését, de a jelentést azt a fotográfus határozza meg. Ezt a feladatot érzékeltetendő... Tessék? Igen, kérem vissza. Ezt a feladatot érzékeltetendő egy kis feladványjal készültem. Jöhet? Mit jelent ez a két sor? Ugye? A betűk sem ismerősek, a szöveg sem ismerős. A dolog mögöttű sztori az az, hogy jó néhány éven keresztül foglalkoztam művészi nyomatok ipari készítésével, tehát művészek számára kiállítási anyagok készítését végezte a cégem, és sok esetben hoztak hozzánk olyan alkotásokat, amiről nekünk kellett kitalálni, hogy ez milyen nyelven íródott. Jó, mondjuk, hogyha valaki egy könyvet kinyit, felüti, műveltségi szintjétől függően el tudja dönteni, hogy ez most német, angol vagy táj nyelven íródott. De az esetek részében a színteret kitalálni nem olyan egyszerű. Mert azt a finom jelentést, amit a művész a képébe szeretett volna tenni, hadd ne azt találja ki, aki a nyomtatást végzi. Mi van, ha elrontja? Ugye? Ez egy nehéz feladat. Tipp esetleg, hogy ez mi lehet? Úgy szól a néhány sor elnézést a kiejtésemért, hogy Tach, Bach, Tach, Be, Tach, Putzweg, Vam, Viglelnis. Így sem? A vicc az egészben az, hogy ez az űrszekerek kitalált klingon nyelvén íródott két sor volt, és a Hamlet nagy monológiának első két sora. Így, hogy már tudjuk ugye a mögöttes jelentést, így már tudjuk, hogy miről szól maga a dolog. Hogyha tudjuk, hogy milyen színtérben kell értelmezni egy képet, akkor meg tudjuk azt mondani, hogy ténylegesen mit jelentenek azok a számok, amik a fájban helyet foglalnak. Sajnálatos módon azonban ez a tudományág nem végig mindenhol exakt. Tehát a lehető legjobb szándék szerint sem lehet végigvinni a teljes munka folyamat során a színeknek az exakt értelmezését. Rögtön az első pont, ahol elbukik a szép világ, és ahol a varázslói státuszt nekünk kell magunkra venni, ez a fájlok konverziója során, a RAW fájlok konverziója során jelentkezik. Jól látható itt a kivetítőn is, hogy mennyire másképp értelmezik az egyes RAW konverterek ugyanannak a fájnak a színeit. Ugye? Látjátok, hogy a pirosak, vörösök, azok egy picikét ilyen rózsaszínbe lilába fordulóak a középső képen, illetve a háttérnek a zöldje mennyivel világosabb a bal oldalon, mint a másik két esetben. Olyan ez valahol, mint a filmes világban az emúzió kiválasztása volt. Egy ektachrom, kodachrom vagy egy velvia teljesen más színvilágot adott az ember számára, mint amilyen a többi emúzió adhatott. Igazából ma ennek a szerepnek, hogy néz ki a képünk, ennek a szerepnek a jelentős részét azt a fotográfusra tolták át a korábban a filmgyártóknál lévő szakemberek helyett. Tehát a mi feladatunk az eldönteni, hogy fog kinézni a kép.
Csak hát ugye itt nagyobb szabadságunk van, és ezzel a nagyobb szabadsággal egy kicsikét több felelősség és munka is jár. Első körben ki kell választanunk azt a rókonvertert, aminek segítségével azt a tónusvilágot, azt a kifejezésmódot, ami az adott képhez vagy képeinkhez illik, vagy szívünkhöz közel áll, meg tudjuk jeleníteni. De ekkor még nem vagyunk készen, ekkor még további feldolgozást is végezni kell az egyes képkockákon. És a további feldolgozásnak egy rendkívüli fontos pontja az, hogy hogyan tároljuk ezt az információt, ami a RAW konverzió során elkészült. Elkattintottuk a fényképezőgépet, előállt egy fájl, azt a fájlt valamilyen RAW konverter szoftverrel előhívtuk, de hogy tároljuk ezt? Hogy tároljuk úgy, hogy a korábban tett eskünk második pontját és első pontját sem sértsük meg, hanem erre mindenképpen vigyázzunk. Ki az, aki valamilyen nyers RAW file formátumban dolgozik most a digitálisan fotózók közül? Gyakorlatilag majdnem mindenki. A többiek a 2-3-an JPEG-ben, ugye? A JPEG-ben dolgozók az előbbi eskü mind a két pontját megszegik, ugyanis azt tudni kell a JPEG file formátumról, hogy ez mind a színek számát, tehát a megjeleníthető színek tónus variánciának a mértékét csökkenti a fájban, mind pedig jelentős módon roncsolja a benne található színinformációt. A világosság információt kevésbé, a színinformációt rendkívül komolyan tönkreteszi, tehát abban az esetben, hogyha a végső cél egy nyomat, vagy a végső cél a lehető legjobb minőség, akkor érdemes RAW-ban dolgoznia azoknak is, akik ezt eddig nem így tették. Mit látunk itt? Láthatunk bal oldalt egy ábrát, majd előadás után ezt mozgó formában is megmutatom mindenkinek közelebbről, ami ábra azt szemlélteti, hogy az egyes színterek azok egymáshoz hogyan viszonyulnak. Ugye beszéltem arról itt az előbbiekben, hogy a színtér az olyan, mint egy nyelv. Nyelvek esetén is vannak olyan nyelvek, amik egy bizonyos témát jobban ki tudnak fejezni, jobban körül tudják írni, más nyelvekben ez kevésbé van így. Például az izlandi nyelvben 12 különböző szóban tudják az esőt méltatni. Valószínűleg annak köszönhetően, hogy rengeteget esik arrafelé. Ugyanígy a színterek is rendelkeznek egy olyan mérőszámmal, ami meghatározza azt, hogy mennyi szint képesek magukba foglalni. Ez a mérőszáma a színtérnek a mérete. Hogyha a legkisebbtől a nagyobb színterek felé haladunk, annál több szint tud egy színtér magába foglalni, annál gazdagabb az ő kifejezési tárkészlete. Igazából minél nagyobb egy színtér, annál telítettebb színeket is képes lesz magába foglalni majd. A fenti ábrán egész középen lehet látni az sRGB színteret, kicsit nagyobban ott a sarokban, majd a mozgó ábrán ezt látni fogjátok jobban, a Adobe RGB színteret, és a legkülső, legnagyobb krumpli, az pedig nem más, mint a Profoto RGB színtér. Mit kell tudni ezekről? Az sRGB színteret a Microsoft és a HP találta ki annak idején azon egyszerű célra, hogy az interneten található képeknek a színvilágát ezzel limitálják, nagyjából hozzáigazítva ahhoz, ami egy 15 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt kapható monitoroknak a színmegjelenítő képességeit magában foglalta. Tehát az sRGB színtér az arra jó, hogy webre dolgozzunk. Erre szabvány is született, tehát gyakorlatilag manapság a webre készült képeknek a jelentős része sRGB-ben készül. Annak idején az Adobe nevű cégnél gondolkodtak azon, hogy hát ez azért kevés ahhoz, hogy itt digitális képfeldolgozással, képalkotással foglalkozunk, tehát kellene valami nagyobbat alkotni. A történet úgy nézett ki, hogy volt egy már erre rendszeresített szabvány, ezt a televíziózásból vették, és a televíziós szabványban meg volt határozva az, hogy mekkora méretű ez az adott színtér. Igen ám, csak hogy az a bizottság, aki ezeket az adatokat publikálta az internetre, tette egy apró tévedést. Rosszul adta meg a zöld alapszínnek a koordinátáit. Az Adobe mérnökei ezt minden további nélkül lemásolták, majd az Adobe RGB ezekkel a hibás színtér koordinátákkal, tehát hibás színtér mérettel jött létre. Ám az a furcsa az egész játékban, hogy tulajdonképpen használat során rendkívül praktikusnak bizonyult, és ezért meghagyták. Tehát
nem a televíziózásban használt szintérrel van itt dolgunk, hanem egy kicsikét mással, kicsikét több szint tud magában foglalni. Ez egy szerencsés véletlen volt. Ugyanakkor az a helyzet, hogy ma szinte az összes digitális fényképező, a legkisebb kompaktól kezdve, több szint képes rögzíteni, mint amit az Adobe RGB szintér magában tud foglalni. Itt a képen láthattok egy kockát, ami kockának a színeit a baloldali ábrában ilyen kis golyócskákkal jelöltük. Látható az, hogy a telített vörösek és sárgák, azok messze kilógnak az Adobe RGB szintérnek a határaiból. Ennek következményeképpen, hogyha Adobe RGB szintérben tárolnánk ezt a képet, a RAW konverzió során ide tennénk be az adatokat, akkor elég nagy veszteségeket szenvedne ez a kép. Hogy jelentkeznek ezek a veszteségek? Úgy jelentkeznek, hogy a telített színekben lévő apró részleteket, finom tónus átmeneteket gyakorlatilag kiradírozzuk vele. Egy levélnek a finom mintázataiból egy egyenletes piros vagy egyenletes sárga lesz, eltűnnek az apró részletek. Felismerte ezt a problémát annak idején a néhai Kodak, és a Kodak fotoCD formátumhoz ők előállítottak egy olyan szinteret, ami arról nevezetes, hogy az ember által látható összes szint képes magában foglalni. Ez a Profoto RGB. Ami a Profoto RGB szintérben nincs benne, azt az ember nem látja. Sőt, a másik irányban pedig, ami a Profoto RGB szintérben benne van, az egy 15%-kal több, mint amit az ember látni képes. Tehát még ultraibolyában és esetleg infravörösben is rögzíthetünk információt, és azt is képes ezt a szintér feldolgozni. Ha esetleg kutyák vagy macskák, ne adj Isten, néhány madárfaj számára dolgozunk, ott meg vagyunk lőve, mert hát ugye az ember látására van belőve ez az egész technológia, azzal nem tudunk mit kezdeni. Mi ebből a tanulság? Az a tanulság belőle, hogy az egyetlen olyan szintér, ami képes arra, hogy az ember által látható összes színinformációt magában foglalja, és emellett az összes digitális fényképező által rögzített színinformációt magában foglalja, az a Profoto RGB. Szerencsére ma az összes komoly RAW konverter szoftver, ide nem sorolnám a gyártóknak a inzultus számba menő, hát elég gyenge minőségű szoftvereit, képes arra, hogy Profoto RGB szintérbe tegye ki a konverzió végén a képeinket. Tehát cél az, hogy megőrizzük az információt, megőrizzük a színeket, ehhez Profoto szintérre van szükségünk. Van egy másik probléma is ezzel együtt. Gondolom, mindannyian jártatok már tévé elárusító áruházban, ahol megcsodáltátok ugyanazt a foci meccset vagy zeneszámot, ahány tévé van annyi különböző színben. Ugye? Ez ismerős probléma. Felvetődik ezután a kérdés, hogy oké, hogy ez az ember itten papol arról, hogy színinformációnak a megtartása, ne roncsoljuk, az ember által látható összes szint pakoljuk valahogy bele a fájba, de könyörgöm, hogy dolgozok vele egy ilyen környezetben, ahol minden egyes monitor mást és mást fog mutatni ugyanarról a képről. Most ismervém a saját képanyagomat ránézve itt erre a kivetítőre és arra a notebookra, amire a előadás megy, hát kicsikét sírógörcsöt kaptam, mert annyira más, mint amiről én szeret, amit én belegondoltam, amit én elkészítettem az adott képekben. Hogy lehet ez ellen a probléma ellen védekezni? Mindenképpen kell valahogy védekeznünk, mert ez nem járja, hogy találomra dolgozzunk. Volt egyébként ennek a technológiai fejlődésnek egy olyan korszak, egy ilyen 15 évvel ezelőtt, amikor az összes nyomda találomra dolgozott. A feladat az volt, hogy előkészítjük az anyagot, odaadjuk a gépmesternek, és attól függően, hogy a gépmester mennyire volt fáradt, és ma megitta a reggeli két felesét vagy sem, teljesen másképp néztek ki az anyagok. Ugyanis ez a két tényező olyan, ami az ember színlátását erőteljesen befolyásolja. Fáradtság, véralkoholszint. Ugye? Néhány operációs rendszer, itt most konkrétan gondolok a Windowsra és a macOS-re, illetve hát az Adobe Photoshopnak a régi verziói is, ad olyan eszközt, ami arról szól, hogy hát lőd be szemre a monitorodat. Isten ments! Ezek az eszközök, ezek az ördög találmányai, nem szabad őket használni. Ugyanis az ember képtelen arra, hogy mérőműszerként működjön és exaktul beállítsa ezeket a színeket. Mire van szükségünk? Varázspálcánk nem lesz itt,
Viszont van egy csomó olyan dologra szükségünk, ami ahhoz kell, hogy lássuk ezt a színinformációt, és tudjunk vele dolgozni. Ugye a fotográfia egy javarészt vizuális tevékenység. Hogyha nem látjuk azt, amivel dolgozunk, akkor nem tudjuk megcsinálni azokat a dolgokat, amik belőlünk fakadnak. És a látás alatt itt két dolgot is értek. Az egyik dolog az, hogy mennyire fejlett a színlátásunk, formalátásunk és a fotográfiai látásmódunk. Ez egy nagyon fontos pont, de ennek semmi köze nincs az előbbi tévébolt szindrómához. Aminek köze van a tévébolt szindrómához, az az, hogy azokat a színeket, amikkel a képen belül dolgozunk, mennyire helyesen jelenítik meg azok az eszközök, amin keresztül nézzük a képet, a monitorok. Hát sajnos az a helyzet, hogy eléggé nagy itten a dolgoknak a szórása. De általában, mint minden a mai világban, amit fizetsz, azt kapod, tehát ki lehet abból nyugodtan indulni, hogy egy drágább készülék, az jobb minőségben fogja tudni a színeket megjeleníteni, de ez nem minden esetben igaz. Még a csúcs kategóriában sem. Amit én tapasztaltam, hogy van egy olyan gyártó, akinek a termékei szinte kivétel nélkül kiváló minőséget képviselnek, és nagyon jól használhatók a napi munka során, ez a japán Eizo nevű cég. Én az ő monitorait szoktam mindenkinek teljesen nyugodt szívvel javasolni, hogy ilyen munkára használják. Nagyon jól lehet őket kalibrálni, nagyon jól lehet a színeket beállítani, és egy élénk színvilágot tárnak elénk, amiben hát ugye a kevésbé élénk színeket jól lehet feldolgozni, de a telítettebb színekkel sincsen különösebb probléma. Mindenképpen mindenkit óvaintek attól, hogy bármilyen notebooknak a képernyőjén ő képet akarjon feldolgozni. Egész egyszerűen alkalmatlanok rá. Mindegyik. Még a legdrágábbak is. Aki képfeldolgozással dolgozik, maximum terepi munkára tudja használni a notebookok képernyőjét. Itt két gyártónak a teljesítményét tudom kiemelni, az egyik a Lenovo, a másik pedig az Apple, akik a notebookokba az átlagnál jobb minőségű monitorokat szoktak tenni. De még ezek is messze elmaradnak egy jó asztali monitornak a színmegjelenítő képességeitől. Tehát az alatt az idő alatt, amíg bevételszerző tevékenység gyanánt foglalkoztam művészi nyomatok készítésével, abban az időszakban szinte kivétel nélkül úgy nézett ki egy-egy új művésszel való kapcsolatteremtés, hogy elhozta az anyagát, azt az anyagot megtekintettük, ő szinte kivétel nélkül elszörnyűködött, hogy úristen, mik ezek a színek. A következő lépés az volt, hogy a monitorát azt kalibrálni és profilírozni kellett. Ezek után már otthon érezte magát a színvilágával, és az összes korábbi képének, illetve a kiállítási anyagának elvégezte a korrekcióját. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos pont, ugyanis a kalibrációval teremtjük meg azt az első olyan pontot, hogy tudjunk ugyanarról beszélni. Ugye korábban, amikor filmmel dolgoztunk fotográfiában, akkor egyszerűbb volt jóval a helyzet, mert egy dia vagy egy negatív, az a maga fizikai megjelenésében hordozta azt az információt, hogy hogyan kell a kép színeit értelmezni. Ugye, nem volt vitára ok különösebben. Jó, lehetett játszani az előhívásnak a különböző paramétereivel, de amikor egy előhívott diát az ember a kezébe vett, akkor azon lehetett látni, hogy ez van. Egy digitális fájl esetén, ugye beszéltem arról, hogy a színtér információt azt mindenképpen kommunikálni kell azzal, aki majd ebből a fájból nyomatot fog készíteni, mert egyébként vakon tapogatózik, és úgy jár, mint mi itt a Klingon szöveggel, hogy se tudtuk, hogy miről van szó. Mindezek mellett nagyon fontos az is, hogy ugye korábban elég jól szeparálódott a munkának ez a két fázisa. A fotográfus elkészítette a fotót, a labor elkészítette a képet. Jól elváltak egymástól a dolgok. Vagy ha nem labor készítette, akkor a szedő elvégezte a nyomdában az adott kockának a nyomdára való előkészítését. Ma sajnos az a helyzet, vagy nem sajnos, hogy ezek a határvonalak, ezek a munkák egy kicsit összemosódnak. Nagyon sok esetben azt a munkát, amit korábban a laboros végzett el, a fotográfus végzi el, és épp ezért egy picit bele kell tanulni a laborosnak a dolgaiba is. Jó, vannak olyan megszállottak, akik világéletükben saját maguk hívták és nagyították a képeket, én se adnám ki az enyémeket a kezemből nyomtatásra másnak, pont azért, hogy teljesen kontrollálva lehessen tartani az egész folyamatot.
De abban az esetben, hogyha itt törés van, és a fotós kiadja a kezéből a munkáját, mindenképpen kommunikálnia kell, és a kommunikációnak a legfőbb szállító eszköze az a színtér definíciója. És ehhez viszont látnunk kell, hogy mivel is dolgozunk. De hogyan tudjuk ezek után beállítani a monitorainkat, ugye? Ez egy fontos kérdés lehet. Szemmel nem ezt mondtam, mert hát gyorsan szemre ész nélkül nem igazán lesz jó eredményünk. Mindenképpen valamilyen műszer segítségére szorulunk itt. Kétféle műszert lehet erre a célra igénybe venni. Vannak a színeket vizsgáló kolorimétrek, és vannak a teljes látható fény spektrumát vizsgáló spektrofotométerek. Ez két árkategóriát jelent. Én azt szoktam minden fotósnak javasolni, hogy szerezzen be egy, aki digitális képfeldolgozással foglalkozik, szerezzen be egy ilyen műszert. Nem fogja tudni elkerülni. Nagyon sok cég foglalkozik azzal, hogy kvázi bérmunkában oda megy egy ember, elvégzi a monitornak a kalibrációját, és köszöni szépen, eltávozik. De sajnálatos módon a monitoroknak a színe attól függően, hogy a háttérvilágítás hogyan öregszik, a panel hogyan öregszik, a képcső hogyan öregszik, változik. És egy olyan 100-200 munkaóránként ezt a kalibrációst és profilkészítést újra el kell végezni. Megéri beruházni egy ilyen eszközre, mert akkor nem kell folyamatosan mindig valakivel elvégeztetni ezt a kalibrációt, és játszhatunk is egy kicsit. Játszhatunk azzal, hogy milyen körülmények között, milyen monitorbeállításokkal kapjuk azt az eredményt, ami szívünkhez a legközelebb áll. Más egy kicsit a helyzet a papírok, illetve a nyomdák kategóriájában. Itt már maguk a papírok gyártói is rendelkezésre bocsátanak olyan színtér definíciókat, amik megmondják, hogy az adott papír egy adott nyomtatóba téve milyen színvilágot fog megjeleníteni. Tehát praktikusan az a helyzet, hogy ezt nem kell nekünk mérni, nem kell ezeket a méréseket elvégezni egy drága műszerrel, letöltjük a gyártónak a honlapjáról ezt az információt, és tudjuk használni. Nyomdák is szinte kivétel nélkül meg tudják mondani, hogy az adott nyomdagép mire képes. Viszont abban az esetben, hogyha valaki törekszik arra, hogy a legutolsó morzsát is kitekerje az elérhető képminőségből, hát akkor bizony itt is az a menet, hogy saját magunknak kell elkészítenünk az adott médiára vonatkozó méréseket, és ezekkel kell dolgoznunk. Hogy mondjuk egy extrém példát, ami mostanság elkezdett érdekelni, és kilóga az átlagsorból, ez az alumíniumra való nyomtatás. Vékony alumínium lemezre valami elképesztően gyönyörű eredményeket lehet produkálni, de az alumínium lemez készítők azok nem igazán arra vannak berendezkedve, hogy arra majd nyomtatni fogunk, úgyhogy itt a profilokat, a méréseket csak saját magunk végezhetjük el. Jó, de lényeg a lényeg, jó minőségű monitor, azt be kell állítanunk, tehát kalibrálnunk kell, profilt kell róla készítenünk, és ugyanezt el kell érnünk a kimeneti oldalon is. Hát ugye itt cirkuszról volt szó, elefánt, és volt valamilyen dal, ha jól emlékszem, hogy apu, hogy fér be a kis elefánt, vagy nem tudom már pontosan, hogy volt. Felmerül a kérdés az, hogy ha megjelenítünk egy Profoto RGB színteret, ami a nagy krumpli, és benne egy papírnak a színterét, ez a Hanemühle Fotoregnek egyik kedvenc papíromnak a színtere, akkor mi a franc lesz azzal a lésszel, ami ott kilóg? Ugye? Hát ott vannak azok a gyönyörű, szép, nagyon-nagyon telített vörösek, sárgák. Hogy fogom én ezt a papíron kinyomtatni, amin képtelenség ilyet kinyomtatni? Hát két lehetőségünk van. Igazából előkapjuk a kis macsétánkat és lenyessük, vagy pedig satuba tesszük és összeszorítjuk a színeket. Itt két képet lehet látni. Van ezen? Van ezen lézen. Ezek a kis pöttyök, ezek egy ilyen mesterségesen előállított színnek a képeit jelentik, ott a piros is van. Ezek a golyók. Mind a két oldalon ugyanazok. A kis négyzetek, azok pedig azt mondják meg, hogy miután a képemet a tárolásra használt Profoto RGB színtérből a nyomtatás során átalakítom, átkonvertálom a nyomtató színterébe, hova kerülnek ezek a színek? Itt az Adobe mérnökei négyféle magyarul véglegesítési szándéknak, angolul rendering intentnek hívott valamit találtak ki.
Ezek azt határozzák meg, hogy hogyan történik majd a jóval nagyobb színtérben lévő színeknek a leképezése a jóval kisebbre. Praktikusan, hogy előveszük a macsétánkat, vagy pedig összenyomjuk, mint a gumilabdát. Ebből a négy rendering intentből igazából kettő az, ami fotográfusok számára érdekes. Az egyiket úgy hívják, hogy relatív kolorimetrik, a másikat pedig úgy hívják, hogy perceptual. Ezt aránytartónak hívják a magyar Photoshopban, ez pedig relatív kolorimetrikusnak, ami miatt a színtudósok sziszennek is nagyokat, mert semmi köze nincs a relatív kolorimetriához. És van még itt egy pont, erről majd még a későbbiekben beszélünk. Mi a nagy különbség? Nézzük meg mondjuk azt, hogy mi történik itt ezzel a kékkel. Relatív kolorimetrikus véglegesítési szándék esetén ide koppan a színtérnek a szélére. Aránytartó esetén egy kicsikét beljebb kerül. Nézzük meg, mi történik ezzel a pirossal itt. Relatív kolorimetrikus esetén nagyjából helyben marad, aránytartó esetén egy kicsit elmozdul. Mi történik ezekkel a lilákkal? Hát egy ilyen egy nagy bagásba összetömörülnek, gyakorlatilag megkülönböztethetetlen lesz ott az eltérése a színeknek. Praktikusan, ha volt egy olyan lila virágszírmunk, amiben különböző telítettségű liláink voltak, akkor az egy ilyen egyöntetű, kimosott vacakká fog alakulni. Aránytartó esetén nézzük meg azt, hogy ugyanide a szélére koppannak, de egy kicsit elmozdulva. Tehát lesz valami variancia a színekben, a finom részleteket, a levélnek a mintázatát meg fogjuk tudni, vagy a virágszíromnak a mintázatát meg fogjuk tudni tartani. Két teljesen eltérő felhasználási módja van ezeknek a véglegesítési szándékoknak, hogyha olyan típusú emberek vagyunk, akik szeret mindent maga csinálni, és szereti kontrollálni azt, hogy a célpapírnak a színmegjelenítési képességéből kilódó dolgokkal mi legyen, akkor relatív kolorimetrikus. Majd én szépen kézzel betuningolok mindent, ahova kell. Hogyha ezt nem szeretnénk megtenni, hanem azt mondjuk, hogy rábízzuk magunkat annak a műszernek a készítőjének a fekete mágiájára, amivel a papír adatait lemértük, akkor nyugodtan használjuk az aránytartót. Az eseteknek a jelentős részében én az aránytartót szoktam favorizálni, mert egész egyszerűen annyi tudás és annyi munka és annyi tapasztalat van benne ebben az aránytartó konverzióban, amit kézzel utána előállítani házi módszerekkel nagyon-nagyon nehéz. Persze természetesen vannak olyan esetek, amikor például logó van az aktuális fotóban. Mondjuk egy kék vagy egy piros logóval rendelkező üdítőitalgyártó nem biztos, hogy nagyon retesne az örömtől, hogyha más kék és más piros lenne az a címke a elkészült nyomatban, akkor a relatív kolorimetrikus az, ami célra vezető, mivel az mozdulatlanul hagyja azokat a színeket, amiket a papír is meg tud jeleníteni. Felmerül a kérdés, hogy igen ám, oké, színek így. Ugye, azt nem mondtam az előbben a színterekről, hogy van neki egy magassága, ez a feketétől a fehérig terjed, és van egy hasa. Hát van akik ilyen kis cingárok, mint az sRGB, vannak már ilyen ilyesmik, mint én, meg vannak a még hasasabb színterek, de függőleges irányban a feketék kezelésében szinte kivétel nélkül megegyeznek abban, hogy a nyomtatók nem tudnak olyan sötét feketéket megjeleníteni, mint amit a fényképező érzékel. Fényes papírokon még csak-csak, de matt felületen nem. Nyomdában nem. Hát és itt láthatjuk, hogy ennek a kockának itt a finom részletei, az árnyékban lévő finom részletei, azok mennyire eltűntek egy konverzió során. Gyakorlatilag egy ilyen teljesen bebukott, saras árnyékrészt kapunk. Pedig ezt szerettük volna, a finom kis sötét tónusokat, a korlátnak az egyes részleteit, a kőnek az egyes részleteit, mind láthatóan. Hogyan lehet ezt elérni? Mi óv meg minket attól, hogy ilyen problémákba beleessünk? Knoll mágus, eredeti nevén Thomas Knoll, a Photoshop egyik atya a Knoll fivérek közül. A Photoshop csapat néhány trükköt kieszelt arra vonatkozóan, hogy ezektől a hibáktól megóvjon minket, és itt valamiféle
útmutatást adjon, hogy hogyan kell kezelni a dolgokat. Ha megnézzük a jobboldali grafikont, akkor itt ezen a képen láthatjuk a papírnak a szintér krumpliát. Kinagyítottam itt jobb oldalon az egésznek az alsó részét, a feketék és sötét árnyékokkal kapcsolatos részét. Sima mezei, relatív kolorimetrikus színfordítás esetén, vagy véglegesítés esetén, ebbe a nagy blögybe megy így bele az összes fekete tónus. Tehát amik itt voltak nekünk sötét tónusaink, abból lesz egy ilyen fekete eredmény látszik. Míg abban az esetben, hogyha bekapcsoljuk azt a speciális dolgot, amit fekete pont kompenzációnak hív az Adobe, akkor ő azt csinálja, hogy egy picikét összenyomja az eredeti képet, hogy a színeknek az elválása, a tónusoknak az elválása megmaradjon. Láthatjuk, itt ez 1, 2, 3, 4, 5, 6 különböző pont. Ezek elméletileg egymástól egyenlő távolságra lévő pontok, gyakorlatilag láthatjuk azt, hogy az összenyomás az minél inkább sötétebb egy tónus, annál erősebb. De az eredményünk az, hogy láthatóvá váltak a képnek a sötét árnyékos részei. Van ezzel kapcsolatban egy trükk. Ez a trükk ez arról szól, hogy jó, oké, fekete pont kompenzáció. Fekete pont kompenzációt érdemes használni akkor, amikor relatív kolorimetrikus színfordítást végzünk, ugye emlékeztek a gyatagános levágás. Éppen azért, hogy a feketéket ne vágjunk le. De mi van akkor, hogyha az összepréselő gumilabdás aránytartó fordítással dolgozunk? Hát itt ugye elméletileg maga az aránytartó modell az, hogy fogjuk a nagyobb szintérnek a színeit és összepréseljük egész addig, amíg belefér a célszintérbe. Ez már garantálná azt, hogy ez a feketékkel is megtörténik. Van egy rossz hírem, sajnálatos módon néhány szintérkészítő, profil készítő szoftver nem jól végzi a munkáját, és hát ez bizony nem működik rendesen a feketék esetén, tehát hogyha konverziókat végzünk Photoshopba, akkor a Black Point Compensation-t kivétel nélkül minden esetben célszerű bekapcsolni. Rosszat nem tehetünk vele, de így garantálhatjuk azt, hogy a feketéink nem lesznek ilyen tényleg bebukott, nagyon sötét, sáros állapotban, vagy hát nem csak a feketék, de a sötét tónusok is. Jó, felmerül egy újabb kérdés. Nevezetesen az a kérdés merül fel, hogy mi van akkor, hogyha szeretnénk kinyomtatni egy olyan képet, amiben megint csak, ez egy jó példa egyébként, ezek a nagyon aranysárgák, vörösbehajló narancssárgák, ezek nagyon jó példa arra, hogy mit nem képes egy mai nyomtató vagy nyomdagép kinyomtatni. De mit csinálunk akkor, hogyha mi még azelőtt, hogy azt a néhány ezer forintot kidobnánk az ablakon, amiben egy lapnyi papír meg a rajta lévő tinta kerül, szeretnénk látni azt, hogy mi lesz ebből az egészből. Szeretnénk megtudni azt, hogy na mégis hogy fog kinézni a képünk azon az a papíron, illetve még fontosabb dolog, szeretnénk megtudni azt, hogy hol vannak azok a részek, amik problémát jelentenek. Miért kell ezt tudnunk? Hát ugye egyrészt el kell döntenünk, hogy csinálunk-e vele valamit, vagy úgy hagyjuk. Másrészt, hogyha csinálunk vele valamit, akkor érdemes azt figyelnünk és látnunk kell azt, hogy elértük-e a célt. Belefértünk, nem fértünk bele. Erre is hordoz a Photoshop egy újabb mágiát magában. Ezt softproofingnak hívják, aminek az a célja, hogy szimulálja a kimeneti eszköznek a szín megjelenítő képességét. Tehát semmi más nem történik itt, mint konverzió, a kép konverziója a kimeneti eszköznek a színterébe, majd vissza. Ennek az lesz az eredménye, hogy az összes ilyen torzító hatást, a levágásokat, az összenyomást, a színmegjelenítési képességnek a hiányát, mindent hordozni fog magán a kép. Amit láthattok, visszamegyek, a felső telített részeket nézzétek, hopp, egy picikét visszaugrik telítettségbe. Ugye láttátok, hogy a papír az nem képes olyan telített színeket megjeleníteni, főleg egy matt papír, mint a képernyő. Tehát itt mindenképpen telítettséget vesztünk. És láthatjuk azt is, hogy az alsó sáv, ezek a nagyon-nagyon aranysárga részek, ezek szürkével ki vannak emelve. Ez a szürke kiemelés az a figyelmeztetés, ami megmondja nekünk, hogy hol vannak azok a képek a részen, amik nem férnek bele a konverzióba. Ez a konverzió egyébként egy aránytartó konverzió volt, aminek a következménye a felső részeknek a telítettségvesztése.
De ezzel a résszel, ezzel mindenképpen baj van, ezzel a résszel mindenképpen csinálni kell valamit, hogy beleférjünk a nyomtatónak a színmegjelenítési képességeibe. Vagy lehet ez nyomda, vagy lehet bármi más. Ezekkel a részekkel valamit kezdenünk kell. Nagyon-nagyon sok a témában íródott tankönyv és oktatóanyag és iskola a gamut warningot azt úgy említi, mint egy ilyen ősrégi dolgot, ami már a múlté. Nagyon fontos szerepe van viszont abban, hogy lássuk, hogy mivel dolgozunk. Oké, maga a softproofing az túlnőtte a gamut warningnak a szerepét azzal, hogy nem csak azt látjuk, hogy hol van baj, hanem azt is, hogy mi lesz a végeredmény. De az, hogy lássuk, hogy hol vannak a bajos dolgok, az egy elengedhetetlen pont. Nagyon érdekes, hogy a 4.0-as Lightroom-ban visszahozták ezt a figyelmeztetést, és nem csak arra figyelmeztet minket egy nyomat előkészítésekor a szoftver, hogy hol vannak azok a részek a képben, amiket nem tudunk kinyomtatni, hanem arra is, hogy hol vannak azok a színek, amiket nem jól látunk a monitoron. Ez egy jó visszajelzés lehet arra, hogy milyen a monitorunk. Ha konstant azt látjuk, hogy a Lightroom pofázik nekünk, hogy fiam, ezt se látod, ezt se látod, ezt se látod, akkor bizony el kell gondolkodni azon, hogy valami egyéb eszközt kell beszerezni, mert a munkánk olyan, hogy ezeknek a színeknek a megjelenítésére szükség van. A másik oldalon pedig a nyomtatási előkészítésnél nagyon szépen lehet látni azt, hogy melyik részekkel kell foglalkozni, és csak azokra koncentrálni. Jó, van még egy másik dolog, hogyha nem szeretnénk úgy járni, mint az Óbudai gázgyár fog az elkövetkezendő évtizedek során, hogy mire kell még odafigyelnünk, hogy elkerüljük a roncsolásokat, és biztosítani tudjunk a második eskü pontunknak a teljesülését, nevezetesen, hogy nem roncsoljuk a képtartalmat. Ugye színekről beszéltünk, mi van még ezen kívül? Hát, bitmélység. Nem tudom, ki az, aki már hallott erről, hogy 8 bit, 16 bit, Photoshop, néhány kéz, jó. Arról van szó, hogy nem megyek most oda, mert akkor kiszéltálok a kamerák képéből. Arról van szó, hogy az analóg információ az folyamatos. Egy színátmenet a feketéből egy elég erőteljesen telített zöldig, az egy folyamatos dolog. Nincsenek benne kis darabkák. Hát sajnálatos módon a digitális technológia ezt kis különálló darabokra osztja ezt a folyamatos vonulatot, és az, hogy hány ilyen kis különálló darabka van, az nagyon jelentősen befolyásolja azt, hogy milyen minőségben tároljuk az adatainkat. Mondok egy példát. Ez a pont, ez itt a teljesen telített kék, jó? Ez meg itt a fekete. Hogyha én egy olyan szintérben dolgozok, vagy a fájlaimat úgy tárolom, hogy kicsi a bitmélysége, az azt jelenti, hogy kevés lépéssel jutok el a feketéből a teljesen telített színig. Hogyha úgy tárolom a fájlomat, hogy nagy a bitmélysége, akkor sok kis apró tyúklépéssel tudok eljutni az egyik ponttól a másikig. Miért jó ez? Előző esetben van itt egy szín a két lépésem között. Hát azt elvesztettem. Az vagy a bal, vagy a jobb lábamhoz fog csapódni, de mivel a két lépés között volt, ezért azt a szint végérvényesen örökre elvesztettem. Minél nagyobb a szintérnek a mérete, és minél hosszabb utat kell megtenni a neutrálistól a teljesen telített színig, annál fontosabb az, hogy nagyobb bitmélységű fájban tároljuk a színeinket. Igazából ez a méret ez azt határozza meg, hogy 2/3 hatványa lépéssel lehet eljutni a neutrálistól teljesen a telített színig, és ez vagy 8, vagy 16 szokott lenni. Előbbi esetben 256 lépésünk van, utóbbi esetben minden egyes lépés között 256 újabb lépésünk van, tehát összesen 65.536 lépésben tudjuk megtenni ezt a távolságot. Jó, milyen hátulütője van a dolognak, mert biztos van valami. A hátulütő az, hogy exaktul dupla annyi helyet foglalnak a fájlok a merevlemezen vagy valami tároló eszközön. Hát ismerve a mai árakat, hogy bemegyek bármelyik hipermarketbe és ilyen pár ezer forintért tudok terabájtos tárolót venni, igazából én nem gondolom, hogy ez probléma lenne bárki számára is. Tehát
Dupla annyi tárolóhelyet igényel, igen, dupla annyi tárolóhelyet igényel, viszont nem dobjuk ki az adattartalomnak a jelentős részét. Hol üt ez vissza? Visszaüt akkor, amikor a szép, finom színátmeneteink, tehát hogyha visszajövök ide erre a képre. Ebben az esetben, hogyha ezt 8 bitben tároljuk, akkor ilyen sávok kezdenek el jelentkezni. Ezeknek a sávoknak a meglétét már kismértékben lehet itt is látni. Itt látok egy ilyen sávot, itt látok egy ilyen sávot. Ez annak a következménye, hogy az eredeti 16 bites fájt át kellett 8 bites JPEG-be konvertálnom azért, hogy be lehessen tenni a prezentációba. Tehát már erőteljes sérülést lehet észrevenni ezen a kockán is, és ezzel a mérvű sérüléssel én már nem adnám ki a kezemből a nyomatot. A trükk az viszont, hogy amint a Photoshop azt mondja, hogy 16 bit, az is a valóságban csak 15, de ez maradjon így a lepedő széle alá söpörve ez az aprócska tény. Jó? Tehát 16 bites színmérség az, ami garantálja azt, hogy a lehető legtöbb információt tartjuk meg. Mondom cut. Jó. Itt is lehet látni az ábrákon azt, hogy az sRGB színek mennyivel közelebb vannak egymáshoz, mint amennyire a Profoto RGB színtérnek a színei találhatók. Tehát jobban összepréselve, ugyanakkor kisebb területet átfogva. A cél az lenne, hogy itt ezek közben a zöld pöttyök közé még újabb pöttyöket tegyünk be, amivel az ott található színinformációt is tárolni tudjuk. Nagyobb színmérségben kell dolgozni. Jó. Van még egy fontos dolog, ami jelentős mértékben ronthatja vagy javíthatja a fotók értékét. Amikor az ember akár albumot, akár falra akasztható fotót készít, akkor egy nagyon-nagyon fontos szempont az, hogy ez időtálló legyen. Két ok miatt. Az egyik ok az, hogyha ne agyisten pénzt is kértem ezért a kockáért, ráadásul a műtárgy árának megfelelő összeget, akkor igen-igen csak bosszus lesz a tulajdonos, hogyha az 2-3 hónap múlva, ne agyisten 3 év múlva kifakul. És vissza fogja hozni. És újra le lehet nyomtatni, és az életbe többet nem vesz tőlem semmit. A könyvben ugyanez a szituáció. Megvesz valaki egy albumot, ami nem sorozatgyártott album, hanem kis szériában kézzel készült album. Vissza fogják hozni, hogyha nem olyan minőségű a nyomat, és kifakultak a színek. Nem tudom, emlékeztek-e még arra az időszakra, amikor az első színes Epson nyomtatók megjelentek. Ilyen irodai nyomtatók felhasználására, vagy nyomtatási felhasználásokra. Kinyomtatott az ember egy színes képet, kiragasztotta ugye az íróasztala mellé, és hát ez hétfőn volt, akkor pénteken jó eséllyel már a sárgák meg a bíborok eltűntek belőle. Különösen, hogyha a nap rásütött, akkor tutira. Tehát akkor az egy ilyen teljesen kifakult valami lett belőle. Eddig arról beszéltünk, hogy a kép színeinek tárolásánál, konverziójánál milyenféle dolgok jöhetnek szembe, amikkel foglalkoznunk kell. Most egy kicsit arról szeretnék beszélni, hogy mi van a fizikai megjelenési oldalon. Tehát a papír, a tinta oldalon. Mire kell odafigyelnünk ezeknél a részeknél, hogyha időtálló alkotást szeretnénk letenni az asztalra? Hát röviden, tömören két dologgal kell foglalkozni, a papírral és a tintával, illetve azzal, hogy a tinta hogyan kerül a papírra. Kezdjük talán a papírnál. Bizonyára ismerős mindenkinek az, hogy ezek az irodai írógép papírok, ezek mennyire ilyen kékesek. Ugye? Mitől ilyen kékesek? Attól, mert rengeteg fehérítő van bennük. A fehérítő úgy működik, hogy az ultraibolya sugarakat elnyeli, és a kék tartományban sugározza vissza, ettől ilyen kékesebb szint kap a papír, meg az összes mosószer, aki azt reklámozza magáról, hogy milyen tuti fehér lesz vele a ruha, hogyha kimosod. Nem lesz tuti fehér a ruha, kék lesz tőle a ruha, a fehérítők hatásának köszönhetően. Első probléma, nem tudjuk, hogy ezek a fehérítők milyen módon bomlanak le és roncsolják magának a papírnak az anyagát hosszú távon. Éppen ezért, ha múzeum vesz át nyomatokat, akkor szinte kivétel nélkül a világ összes múzeumában tiltott a fehérítőt tartalmazó papírok használata. Nem tudni, hogy mi lesz vele. Szépen mutatnak,
de nem tudni, hogy mi lesz vele. A másik dolog, hogy ugye, ahogy mondtam az előbb, a fehérjét úgy működik, hogy ultraibolyát elnyel, kékbe visszasugároz. Mi van akkor, ha ezt betesszük egy üveg mögé, ezt a képet? A mezei sima ablaküveg is ilyen jó 90%-át elnyeli az ultraibolya sugárzásnak. Ugrott a nagy fehérségünk. Besárgul a papír rögtön attól, hogy üveg mögé tettük. Ha ne adj Isten egy jó múzeum üveg mögé tesszük, ami 99,1%-át az ultraibolya sugárzásnak elnyeli, hogy az ne roncsolja a mögötte lévő papírnak az anyagát, akkor ez még inkább igaz lesz, teljesen sárga lesz. Tehát vigyázni kell arra, hogy az anyag, amit kiválasztunk, az fehérítőzött, vagy nem fehérítőzött. Kisméretű fehérítő még elmegy, nagy mennyiségű fehérítőnek hosszú távú időtállósági és rövid távú vizuális hatása is lehet, hogyha üveg mögé tesszük a képet. A másik kérdés, hogy a papír anyaga micsoda? Hát itt aztán többféle dolgot lehet fellelni. Ugye történetileg mindenki tudja, hogy a papírt farostból csinálják általában. A farostnak van egy olyan nagyon jó tulajdonsága, hogy savas. És mivel savas, szépen elkezdi megenni saját magát. Lebomlik. Egy 20-30 év alatt teljesen tönkre mehet egy jobb minőségű nyomat. Mit lehet tenni? Olyan alapanyagot kell választani, amiben nincsenek ilyen savas közegek. Ez jelenthet három dolgot, mert ez műanyag, tehát valami műanyag alapú hordozót, jelenthet gyapotott rongy, illetve lehet teljesen sav- és klormentesített farostot, ez az alfacellulóz papír. Amikor egy-egy művésszel kitaláltuk azt, hogy a kiállítási anyagát mire fogjuk feltenni, hogy fog ez kinézni, akkor ugye meséltem azt, hogy az első lépés az mindig az volt, hogy rendbe tettük a színkezelést nála. Tehát profilok készítése, én odaadtam a nyomtató profiljainkat, stb. A következő lépés az szinte kivétel nélkül arról szólt, hogy ki kell választani azt a papírt, amire ő a munkáját szeretné tenni. Miért? Hát nagyon egyszerű a válasz erre a kérdésre. Minden egyes papírnak különböző a felületű textúrája, az alappapírnak a hordozó színe. És ennek stimmelnie kell azzal a gondolatvilággal és kifejezési világgal, amiről a képanyag szól. Nem lehet az, hogy egy nagyon visszafogott pasztell árnyalatú munkát felvágunk egy ilyen ultrafényes, csillogó-villogó műanyag fehérítőzött papírra, egész egyszerűen nem fog rajta működni, vissza fog venni az értékéből a munkának. Tehát meg kell határoznunk azt, hogy a felület az milyen legyen. Ki kell választani a ma rendelkezésre álló 50-60 különböző papírtípusból azt a néhányat, vagy azt az egyet, amin az adott anyag az jól fog mutatni. És vigyázni kell arra mindemellett, hogy az anyag, amivel a hordozó készült, az savmentes legyen. De igazából a komolyabb papírgyártók ma már szinte kizárólag savmentes papírokat gyártanak, tehát a Hanemühle, az Epson, a Moab, mind, Archies Infinity, mind kivétel nélkül ilyen papírokat készít tintasugaras nyomtatási célokra. Másik dolog, a tinta. Ugye hoztam ezt a példát, hogy hétfőn kinyomtattuk, és akkor pénteken le kellett venni, mert nem lehetett a grafikonokat látni a nyomaton. Nagyon fontos az, hogy a tinta mennyi idő alatt bomlik el. A tintának az elbomlását ugye katalizálhatja egy savas közeg, illetve az ultraibolya sugárzás, tehát ezért is fontos az, hogy a hordozó az milyen a nyomat esetén, de attól is nagyon sok függ, hogy milyen anyagból készült a tinta. Hát itt két irány lehetséges. Az egyik irány az arról szól, hogy mint azt a festők már teszik évszázadok óta, valamilyen pigmenttel tesszük fel a képet a papírra, tehát pigment alapú festéket használunk, vagy pigment alapú tintát használunk. Ennek két következménye van. Az egyik következménye az, hogy rendkívül időtállóak lesznek ezek a nyomatok. A második az, hogy rendkívül érzékeny lesz a nyomatok felülete. Tehát praktikusan így a körmömmel végighúzom, és lehet kukába tenni az aktuális printet, vagy a keretező, ez kismilliószor előfordult már hajtépés közepette, hogy a keretező rátette a másik nyomatodnak, és a szélét végighúzta rajta. Puff, kész, kuka. Mérettől függően
4 és 40 ezer forint közötti veszteség azonnal, csak anyagköltségben. Tehát nagyon-nagyon sérülékenyek ezek a pigment felületek, és a történelem során korábban a színvisszaadási képességük jelentősen kisebb volt, mint az egyéb rendelkezésre álló technológiák esetén. És a kettőből ez volt a harmadik dolog. A másik lehetséges utunk azok a valamilyen oldószeres festék alapú tinták, amik nem a papír felületén ülnek, mint a pigment, hanem beleszívódnak a papírnak a struktúrájába. Mint ilyenek, ezeket már nagyon nehéz onnan kiszedni, tehát jóval karcolásállóbbak, mint a pigment alapú megoldások. Viszont ellenben az élettartamuk, hát az sehol nincs a pigmentekhez képest, és a vízállóságuk sem. Emlékeztek arra, hogy így újjal el lehetett mázgálni ezeket a tintákat? Na, egy pigment tintát nem lehet, az csak karcolni lehet, de akár vízbe is lógathatom a nyomatot, akkor sem fog lejönni a tinta magáról a papírról. Jó? Ma azok a nyomtató gyártók, akik komolyabban veszik ezt az egészet, ezek mindenképpen pigment alapú tintákkal dolgoznak. Tehát itt oldószeres festéket már nem nagyon lehet találni. Lehet még egy speciális iparágban oldószeres festéket találni, ami minket, mint fotográfus baromira nem tud meghatni, ez a plakátiparág. Tehát ezek az óriási méretekben nyomtató, plakátos nyomtató cégek, ezek az esetek nagy részében kültéri munkára oldószeres festéket használnak, mert azt nem mossa le az eső. Viszont cserébe kiszívja a nap pillanatok alatt. Tehát. Jó, hogyan lehet megbizonyosodnunk arról, hogy bármit is ér ez a drága papírt választottunk, ami gyapott, meg szép felületű, meg jó a szemnek, meg jó a kéznek, pigmentintával dolgoztunk rá, hogy ez egyáltalán péntektől tovább fogja tartani. Hát erre a feladatra több társaság is alakult a világon, a Wilhelm Research talán a leginkább ismert. Ők azt csinálják, hogy nagyméretű UV lámpákkal elkezdik hihetetlen mennyiségű fénymennyiséggel megvilágítani a nyomatokat. És megmérik, hogy mennyi megvilágítás után lesz látható fakulás nyoma az elkészült műveken. Ezt utána visszaosztják természetesen ezt a fénymennyiséget arra, hogy egy átlagos kiállítótérben milyen fénymennyiség éri a nyomatot, és ebből kapnak egy évszámot, ami azt mondja, hogy üveg nélkül mondjuk ennél a hanneműlének a Final Cut papírjánál 82 év élettartam várható, üveggel 138 év fakulásmentes falra, szobában kiakasztott élettartama várható ezeknek a képeknek. És most jön a trükk. Azért szerettük régen a fekete-fehéret, nem csak azért, mert sokkal grafikusabb, kifejezőbb, hanem azért is, mert nagyobb az élettartama. Hát ez most is így van. Egy fekete-fehér nyomat ugyanazon a papíron, megfelelő technológiával a 300 plusz évet is elérheti. Ez messze-messze-messze túlmegy azon, mint amit a hagyományos laborokban elérhető technológiákkal készíteni lehet. Már színes esetben is, tehát egy cibakrómnak az élettartama az ilyen 26-7 év környékén van. Attól ezek a számok azért jelentősen magasabbak már. Úgyhogy érdemes megtekinteni a nyomtató és papír választásunknál azt is, hogy mit mondanak róla ezek a minősítők, mit mond róla a Wilhelm Research. Mennyi időt fog kibírni valószínűsíthetően falon ez az adott kép. Vagy hát el lehet menni olyan extrém irányokba, hogy alumíniumra nyomtatunk, ami gyakorlatilag, amíg a föld, addig az alumínium lesz. Tehát nem fog előregedni, nem fog besárulni, úgy, mint a papírok ezt teszik, csak hát ott is valamit feladunk a fehér háttérből, feladunk a gazdag színvilágból. Jó? Mindenképpen érdemes utána nézni ennek, hogy a választott papírunk milyen. Ezt vagy megtehetjük a laborokban, akik ezzel foglalkoznak, általában ők jól ismerik azt a médiát, amivel dolgoznak, és meg tudják mondani, hogy mennyi ideig lesz használható. Jó, tehát egy kültéri plakátnál, ami kint van egy hónapig maximum, lőtéri kutyát nem érdekli az, hogy ez 3 év múlva hogy fog kinézni. De egy olyan műtárgynál, amit múzeumban akasztunk, amit eladunk, és a tulajdonosa az évtizedekig szeretné élvezni, esetleg még a gyerekeinek is átadni ezt az élvezeti lehetőséget, ott rendkívül fontos ez a pont. Jó. Hát nézzük meg azt, így a vége felé közeledve,
hogy mik azok a varázsigék, amikkel így el kell mennünk. Én direkt nem két okból kifolyólag, egyrészt időhiány, másrészt amiatt, hogy egy kicsikét járjatok utána a dolgoknak, nem fejtettem ki ezeket a varázsigéket részleteiben, nem tartottam demókat, nem mutattam meg, hogy konkrétan hogy történik, ennek utána kell járni. Mik ezek a témák és varázsigék, amiket meg kell fejteni mindenkinek, hogy magáinak mondhassa ezt a tudás részt? Hát az első a kalibrált és profilírozott monitorok kérdésköre. Házi feladat, kalibráció és a profilírozás között mi a különbség? Óriási különbség van a kettő között, tök mást jelent. Ezzel tisztába kell lenni. Megsúgom, hogy miért. Azért fontos ez nagyon, mert egy csomó gyártó kihasználja azt, hogy az emberek jelentős része nem tudja, hogy a kalibráció és a profilírozás között mi a diffi, és elad olyan eszközöket, amik nem tudnak kalibrálni. Ezek semmire nem jók azon kívül, hogy lenyúlták a pénzünket. Tehát ha hardware eszközökben gondolkozunk, olyat kell mindenképp választani, ami mind a kettőt tudja, viszont ahhoz ezzel kapcsolatban képben kell jönnünk, hogy mi a kalibráció és mi a profilírozás közötti differencia. Esetleg előadás után el is, remélem, röviden. A másik a monitor. Én azt szoktam mondani, hogy fontossági sorrendben egy digitális fotósnak a munkájában valahogy a következő, az én véleményemre, az én számomra, az én munkámon a következőképpen jönnek a sorrendek. Optika, monitor, állvány, és aztán valahol a végén a fényképezőgép. Gyakorlatilag bármelyik fényképezőgép, ma digitális fényképezőgép baromi jó eredményeket képes produkálni. Az optika az fontos, mert ő alkotja a képet. Az, hogy az hogy rajzol, az befolyásolni fogja azt, hogy mi lesz az élvezeti értéke a képeknek, illetve stimmel a mi képi világunkkal, vagy sem. Nagyon fontos a monitor, mert azon látjuk azt, hogy mivel dolgozunk. Én ugye tájképezek túlnyomó többségben, tehát nekem az állvány elengedhetetlen. És hát a végén a fényképező, amivel elkészítjük a képet. De ebben sem szabad fejet hajtanunk a olcsó áraknak. Apropó, alaposan körüljártuk, gyere vissza, a 16 bites színmélység, Profoto RGB és egyéb roncsolásmentes tárolásnak a dolgait. Itt még annyit szeretnék hozzátenni, hogy vannak múzeumok. A múzeumokban van egy csomó műtárgy, ami elkerülhetetlenül tönkre fog menni valamikor. Ezek a múzeumok szeretnék azt elérni, hogy ezeket a műtárgyakat, festményeket, szobrokat valamilyen módon digitális formában tárolják úgy, hogy akkor is megmaradjanak, hogyha az eredeti már az enyészeté lett. Erre vonatkozóan holland és amerikai, New Yorki múzeumok kezdtek el egy olyan felvetést és szabványt kifejleszteni, ami arról szól, hogy meghatározzák azt a színteret, amiben az ilyen műtárgy archiválást elvégezni el lehet. Na most erről azt kell tudni, erről a speciális színtértről, hogy ez a Profoto RGB-nek egy kicsikét módosított változata. Miért kicsit kellett ezt kicsikét módosítani? Megint házi feladat majd utána járni. A Profoto RGB-nek a tónus reprodukciós görbéje, az a 80-as évek Apple lézernyomtatóinak a tónus reprodukciós görbéje. A múzeumok által kifejlesztett Prostar RGB-nek a tónus reprodukciós görbéje, az az emberi látásnak a tónus reprodukciós görbéje. Mit jelent ez? Szürke. 50%-os, 25%-os szürke. Az ember, hogyha ezt mondom, hogy 50 és 25%-os szürke, tudja, hogy az egyik a másikának duplája. Ugye? Hogyha Profoto RGB-ben azt mondom számértékkel, hogy 50 meg 25, hát az valahol ilyen 30%-os relációban lesz egymáshoz, nem 50%-os relációban. Múzeumi felhasználásban ez fontos, felismerték, és ezt a színteret használják arra, hogy az archívumaikat elkészítsék. Softproof, softproof, softproof. Nézzük meg mindig, hogy néznek ki a képeink, korrigáljuk az adott nyomatra vonatkozóan, és azt adjuk oda a végén a nyomtatást végzőnek, vagy nyomtassuk a saját magunk is. Illetve hát itt a papírokkal kapcsolatban már érintettük azokat a pontokat, amik fontosak lehetnek.
Jó. Itt tudtok elérni. A websájtomon át... Gyere vissza. Így van. A websájtomon általában ilyen jellegű témákkal foglalkozom, tehát színkezelés, nyomtatás, informatika, lévén ugye a gyári szakmám az idekötés, és a munkámnak a jelentős részét itt töltöm. De itt tudtok olvasni olyan dolgokról, amiről most itten már szó volt. Fogtok találni itt egy linket, egy másik fotókat tartalmazó websájtra, ahol magyar nyelvű cikkek is találhatók például színkezeléssel kapcsolatban. Ezt javaslom mindenkinek, hogy olvassa el, illetve a fotóművészetnek a tavalyi számaiban futott egy 4 részes sorozatom, ami a elejétől végig a nyomtatási munkafolyamatot vette végig, ugyanazokkal a témákkal, amiket most itt érintőlegesen felsoroltunk, azzal a különbséggel, hogy ott szépen ki vannak emelve a tényleges teendők, hogy hogyan, praktikusan a hogyan csináljuk, van benne leírva. Ezt is javaslom, hogy aki még ezekhez hozzájut, akkor szerezze be és olvassa el ezeket a cikkeket. Illetve hát, ha újraindul az Epson Print Akadémia, akkor látunk mindenkit nagyon sok szeretettel. Péternek ezt úgy is jelezni fogjuk, hogyha ez bekövetkezik. Köszönöm szépen a figyelmet, és állok a kérdések elébe.